különböző helyszínekről, hát több megyéből érkeztek versenyzők, Pápáról, akár Szlovéniából, tehát egy szomszédos országból is jöttek versenyzők, nagyon kapcsolat ápolunk több egyesülettel is, a régión belül is, a régión kívül is. Az a versenysorozat második alkalommal van megrendezve, a Zalaerdő Kupa, amit ugye a Négykosi Jász Egyesület kezdett el, és azóta is csináljuk, meg hát eléggé jó, van rá érdeklődés. 28 cél van kihelyezve, különböző helyszíneken, céltól célig kell menni a jász csapatoknak, egyéni a verseny, és két lövést kell leadni különböző távolságokból, tehát két-két karótól, és a végén egy összértékelésre kerül sor. Milyen hosszú a pálya, amin a versenyzők végig haladnak? Hát ez körülbelül most egy olyan 5 kilométeres kört tudtunk kihelyezni. Itt ebben, tehát amit az előbb is mondtam, hogy több típusú állat cél van kihelyezve, az elsőtől a 4 kategóriásig, tehát itt ezek a kategóriák a méreteket jelölik. Tehát méretarányosan, amennyivel ugye magasabb, tehát nagyobb az állat, nagyobb az elejtési zónája, annál nagyobb a távolság. Most az IFA versenyrendszer szerint van megrendezve ez a versenysorozat, amiben ugye a maximális távolság az 55 méter a felnőtteknek. Tehát az első kategóriás állatoknál, viszont a 4 kategóriás állatoknál ugye ez mindig csökkenik. Tehát az állat méretétől függően. Említetted, hogy ez a VB-re való felkészülés mikor lesz a világbajnokság, hogyan kötődik a mai rendezvényhez, hol fogják megrendezni? Gödöllő lesz a világbajnokság. Igyekeztünk ezt a fordulót úgy rendezni, hogy megfeleljen annak a versenynek, tehát egy felkészítést próbáltunk meg ezzel szimulálni, hogy akik most készülnek a világbajnokságra, itt nyugodtan kipróbálhatják, tehát felmérhetik magukat, hogy mit tudnak teljesíteni. Jó. Egyébként magáról az ijászatról, kinek ajánlod, milyen korosztály vesz részt a versenyen, tehát ezzel kapcsolatosan? Magát az ijászatot minden korosztálynak tudom ajánlani. Akiben van annyi energia, szereti a természetet, szereti járni az erdőt, társaságban, akár egyénileg indulhat, de úgy gondolom, hogy aki ténylegesen akár csak kikapcsolódni vágyik, egy nagyon jó sport. Egy nagyon jó sport. Látok itt a felkészülésnél ugye különböző IS felszereléseket, itt az egyszerűbb hagyományostól az egészen modern, bármilyen futurisztikus kinézetű eszközökig. Mennyire van szerepe az eszköz, úgymond mi voltának magában az eredményességben? Mit gondolsz erről? Nagyon sok. Ugyanis, tehát amit az előbb is mondtam, tehát eléggé nagy távolságokkal van hát ez a szabályrendszer. Tehát az 55 méter azért az egy kihívás. Tehát egy történelmi íjjal, tehát úgymond pusztai íjjal, egy vadászreflexzel szemben, vagy egy, akár ugye egy csigás íjjal szemben, ami ugye irányzékkal rendelkezik, vagy akár a vadászreflex, ami vesszőpolcos, nincs akkor esélye. De mégis jelent kihívást, és hála Istennek, nagyon sokan jönnek és szeretik ezt csinálni. Ha valaki szeretne belágni az ijászatba, körülbelül milyen költségekkel kell számolnia? És... Hát ha a kezdő ijászról beszélünk, el kell dönteni azt, hogy mit szeretne, milyen íjtípussal szeretne ijászkodni. Az elején nem érdemes nagy pénzeket beleülni, mert nem biztos, hogy megfelelő neki az az íjtípus, amit most úgy gondol egyet, hogy látta másnál. Tehát először el kell sajátítani magát a technikai elemeket, és utána majd jöhet az a fajta eszköz, amivel meg tudja valósítani ezt. Tehát alapokra lehet építeni lépcsőzetesen.